Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A választ megadják az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek el tudnak bizonyos gondolatokat, terveket távolítani. De azt is jelentheti, hogy azon töpreng, hogy valamit elveszít, hiszen az egerek más dolgokat is el tudnak távolítani, hogy lesz pénzügyi veszteség, kiadások, vagy elveszíti a munkát, vagy azon töpreng és fél, hogy elveszít téged. A második kérdés pedig, hogyan érzi magát? Itt a nap utal az ő érzelmi világára, tehát az egerek eltávolítanak bizonyos negatív dolgokat, kapcsolatokat, terveket, egy rossz irányt például, és akkor kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, ami kettőtöket illet, itt megvan a kisugárzás, megvan ez az erős vonzalom kettőtök között. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni, írni fog, vagy arra vár, hogy te írj neki, és a nap jelenti azt, hogy miután lesz ez a kapcsolat, ez a hír, kitisztul valami. A következő kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a kettes szám, az rád és őre utal. Nincs harmadik személy, aki jelenleg be tudná befolyásolni a dolgokat, az eseményeket, vagy a kapcsolatok kettőtök között. Itt az érmék jelentik a föld elemét, a biztonság érzetét, hogy a tervek megvalósulnak, hiszen a föld eleme jelenti a reális dolgokat is. Azon kívül, hogy itt megvan a vonzalom kettőtök között, ez a párkapcsolat és ez a hír, vannak más témák is a háttérben, ez utal az anyagiakra vagy a munkára, ebben az esetben lehetnek itt félelmek, hogy lesznek kiadások, vagy elveszíti a munkáját, de vannak sikerek is, erre utal a nap, és ebben az esetben ez a levél jelent bizonyos szerződéseket, ez lehet egy munkahelyi szerződés is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!